Balátlövőt igazolt a DVSC Scheffler, a gyermekáldás előtt álló Karina Jezsikava helyére érkezik Budaörsről a 21 éves szerb-magyar kettős állampolgárságú Jovovics Jovana, aki mellesleg kiválóan beszél magyarul, ő a vendégem. Szervusz, köszöntelek nálunk. Jó napot kívánok. Na, ugye beszéljünk is erről akkor tulajdonképpen, hogy te egy szerb válogatott játékos vagy, a neved is olyan szerbes, igen. Ehhez képest kiválóan beszélsz magyarul. Hogy van ez? Hát 15 évesen kerültem Dunajvárosba, a Kohász Akadémiába, és ott kollégiumban laktam a lányokkal. Ott nem nagyon sokan beszélgetek angolul, szóval muszáj volt valahogy megtanulni, de nem jártam külön órákra, szóval csak így ragaszkodott hozzám, nem tudom. Így, ahogy folyamatosan minden nap kollégiumban voltam, meg a lányokkal edzésen, szóval nekem annyira nem volt nehéz. Nem volt nehéz a magyar nyelv? Ehhez képest mindenki más azt mondja, hogy milyen nehéz a magyar hát, nyelv. Mielőtt oda kerültem Dunajvárosba, mindenki azt mondta, hogy nagyon nehéz lesz, meg hogy nehéz nyelv az egyik legnehezebb, de nekem nem volt olyan egyáltalán, szóval nekem így könnyen ment az egész. Senki nem is magyarázta, hogy kell, mi kell, meg írogatni, vagy olvasni, nekem csak így jött. Biztosan jó érzéked van hozzá ezek szerint. És hogy jött az, hogy magyar állampolgár is lettél? Szerintem az 16 évesen történt, szóval egy év után ott segítették az akadémiába, és megkaptam a magyar állampolgárságot, mert nekem a nagymamám ott született egy városba, Szerbiába, ami akkor így magyar terület volt. Uh-huh. Oké, na akkor beszéljünk erről a váltásról. Ugye ez egy szezon közbeni igazolás, ami egy picit meglepő volt, de hát ugye nálunk Karinának innen is jó egészséget kívánunk, meg a gyereknek is. Ez egy kényszerű lépés volt a Lokitól, de ahogy tudom, már korábban ez szóba került, hogy te érkezel Debrecenbe. Hát igen, volt róla szó, én a menedzseremmel is beszéltem nagyon sokat erről, hogy mi a terv a következő szezonra. Próbáltunk megtalálni a legjobb megoldást nekem, és akkor erről volt szó, hogy majd a következő szezontól ide csatlakozom a csapathoz, de most így hirtelen jött az egész szezon közben, hogy ugye a Jezsi terhes lett, és én is minden jót kívánok neki. Szóval annyira nem volt nehéz döntés az, hogy azt mondjam, hogy ide szeretnék jönni. És az sem, hogy szezon közben kell jönni? Hát én Budaörsön nagyon jól éreztem magam, tényleg így a csajokkal, edzőket, szóval így minden tökéletes volt, de az járt a fejembe folyamatosan, hogy ez nekem egy előrelépés a karrieremben, szóval emiatt nem volt annyira nehéz. És ugye már edzettél is együtt a lányokkal, hogyan fogadtak, illetve mennyire érzed azt, hogy sikerült beilleszkedni? Hát most még ugye nincsenek itt, mert a válogatottnál voltak nagyon sokan, de ismerjük egymást a pályáról, szóval szerintem annyira nem lesz nehéz, meg amikor mindenki csatlakozik, szerintem minden rendben lesz. Mit gondolsz a Lokiról egyébként? Itt azt mondod, hogy előrelépés, hová tudnád helyezni a DVSC-t itt a magyar bajnokságban, főleg úgy, hogy pont Budaörsön sikerült ugye sajnos kikapni a Debrecennek, még úgy is, hogy te nem játszottál. Ja. Hát én pont néztem a Győr-Loki meccset, ami idegenben volt, és én úgy érzem, hogy ez a debreceni csapat, ami most van, tud a két nagy csapattal is játszani. Most Győr pont hozzánk jön december 30-án, és én szerintem, hogy egy nagyon jó meccset tudunk játszani majd a Fradival, meg a Győrrel is. Uh-huh. Az a jó meccs, ez mit jelenthet? Hát most akár pontokat is tudunk szerezni, ez az én véleményem, főleg itthon, mert nekünk, ugye most nem mondhatom azt, hogy nekünk nagyon jó szurkolótáborunk van, és szerintem az nagyon sokat fog segíteni, hogy nem a Győrnek meg a Fradinak nem lesz könnyű itt játszani, az biztos. Mennyivel lesz másabb a helyzeted a Debrecenben? Azért Budaörsön nyilván egy alapember vagy, támaszkodnak rád. Neked kellett lőni a gólokat, ugye? Több mint 100 gólt lőttél az elmúlt bajnokságban. Itt ez a szerepkör mennyiben változhat, hogy érted? Hát az biztos, hogy teljesen más lesz. Most a Grétivel vagyunk ketten, balátlövő poszton, de én úgy tudom, hogy mindenki bármelyik poszton tud játszani. Ahogy látom, hogy irányítóban, jobbátlövő, balátlövőben, hogy így szerintem nem lesz olyan, mint Budaörsön, biztos, hogy teljesen más lesz. Nem lesz az, hogy minden meccsen nekem kell 10 gólt lőni, hanem csapatként kell játszani, és hát minden számít. Egy gólpassz, egy jó védelem. Most én úgy érzem, hogy
próbálok bármelyik szinten segíteni a csapatnak, hogy pontokat tudunk szerezni minden meccsen. És mi van akkor, ha neked kell 10 gólt lőni? Most ezt csak azért kérdezem, mert biztos olvastál te is sok mindent a magyar válogatottról. Ugye írták, hogy sokszor nem bírják el a terhet, a lányok nem vállalják fel a felelősséget adott esetben, hogy ők lépjenek elő és eldöntsenek egy meccset. Ez nálad okoz problémát, mondjuk? Hát nálam nem tudom. Nagyon sokan azt mondják, hogy ez ilyen szervmentalitás. Uh-huh. És én ezt elfogadom, mert tényleg mi szerbek ilyenek vagyunk, hogy én ettől nem félek, meg amikor Budaörsre kerültem, akkor is tudtam, hogy nekem kell megoldani a helyzetet, és én tényleg egyik pillanatban se féltem ettől. Szóval most se lenne gond, de mondom, hogy nekem most az a legfontosabb, hogy tényleg a csapat, hogy jól tud szerepelni majd az Európa Ligában is, meg minél jobban befejezni ezt a szezont a Magyar Ligában is. Az Európa Liga önmagában mennyire volt vonzó, hogy ott is játszhatsz majd? Hát azért ez is egy oka, ami miatt én így döntöttem, hogy most váltsak csapatot, szóval jól fog esni, az biztos. Ezt nem tudom, hogy izgulni fogok, vagy nem fogok, de teljesen más lesz, az biztos. Most nem tudom, hogy kivel fogunk játszani, az majd kiderül, de remélem, hogy jól fogunk szerepelni, és minél tovább fogunk jutni. Milyen terveid vannak egyébként hosszú távon a kézilabdában? Mit gondolsz, hogy milyen pályát futhatsz majd be? Hát én talán ezt 5-6 éve ezelőtt mondtam, hogy nekem az a célom, hogy legjobb legyek a világon. Most az nem biztos, hogy sikerülni fog, de én azért edzek nap, mint nap, én azért jöttem ide. Szóval nekem ilyen legmagasabb céljaim vannak a kézilabdában, nekem ez az életem, én semmi más nem csinálok mellette. Milyen egy kézilabdázó élete akkor? Mondjuk úgy kérdezem, hogy mi az, amit fel kell adni ahhoz, hogy valóban eredményes tud lenni a kézilabdában. Mondjuk hogy működik ez a szerb mentalitás ilyen szempontból? Hát én nem tudom, nagyon sok ilyen motivációs filmet szoktam nézni meg. Most mondjuk a Michael Jordanor vagy valami olyasmi, és én tudom, hogy csak akkor lehet azt elérni, hogyha minden nap 2-3-szor edzel. Persze az is kell, hogy pihenjen az ember, mert ez is nagyon fontos rész, de én úgy csinálom, hogy nekem munka a legfontosabb, és szerintem munka nélkül semmit nem lehet elérni. Mennyire tartod magad egyébként klasszikus átlövőnek? Ugye azért utána néztünk nyilván, én is láttam, hogy milyen stílusban játszol a Budaörsön. Ha egy fal van előtted és fel kell ugrani 9 méterről, azt is meg tudod oldani, vagy inkább a betörések, az egyezések? Szerintem nekem még nagyon-nagyon sokat kell fejlődnöm ahhoz, hogy én most egy klasszikus lövő legyek. Azt, amit én szerintem, hogy így a legjobban csinálom, az, hogy a beálló játék. Én szeretek gólpaszt adni a csapattársaimmal, nekem nem az a lényeg, hogy én 10-15 gólt lőjek, hanem az, hogy azért segítsek a csapatnak bármelyik szinten, de ha kell 10 gólt lőni, azt megpróbálom persze mindenképpen, de mondom, hogy nagyon sokat kell fejlődnöm, és azért jöttem ide. Beszéltél-e már a Szilágyi Zoltánnal, az edzővel, mióta itt vagy? Persze, már első nap beszéltünk, és tudom, hogy a Zoli mit vár tőlem, és remélem, hogy mindent meg fogok csinálni, amit ő kér tőlem. És meg is tudod csinálni. Meg is tudom csinálni, remélem. Ez nem is kérdés. Oké, sikerült-e már itt berendezkedned Debrecenben, hogy áll a beköltözés, ilyesmit? Igen, minden megvan, igen. Akkor most már csak a kézilabdával kell foglalkozni. Most már csak a kézilabda, valójában. Ez a legfontosabb. Még egy kérdés, itt visszatérve az EB-re, ugye itt mondjuk a mentális dolgokon kívül még a fizikális dolgokat említették, hogy a magyarok talán egy picit el vannak ebben maradva, mondjuk leginkább a norvégoktól, meg a skandináv kézilabdától. Neked mi a véleményed erről az irányzatról, ami most ugye azért meghatározó a nemzetközi kézilabdában, hogy gyakorlatilag már ilyen gladiátorokat képeznek, ugye? Nem tudom, a nőiesség rovására olykor, ez mennyire nehéz kérdés? Hát követem most nagyon ezt az EB-t, ami volt, ugye először a szerb válogatottan, amire tényleg nagyon kíváncsi voltam, utána a magyar, meg a montenegroit. Hát én úgy érzem, hogy most pont a montenegrói meccset néztem dánok ellen, és szerintem nagyon le vagyunk maradva. Most arra gondolok, hogy a dánok 60 percig bírnak futni, és el se fáradnak. Most én nem tudom, hogy az így, hogy csapatszinten nagyon jól dolgoznak, vagy így külön mindenki, de én nagyon nagy különbséget láttam pont azon a meccsen, az így nagyon így megmaradt a fejembe. Most én nem szeretnék semmit mondani a magyar válogatottról, mert nekik is minden jót kívántam EB előtt, de szerintem valahogy most ez nem jött össze. Meg szerintem nagyon fiatalok,
Most ez pont fordítva, mert nálunk a szerb válogatottban nincsenek fiatalok, most az miért van, erről se szeretnék nagyon beszélgetni, de remélem, hogy egyszer eljön ez az idő, amikor fiatalok lesznek. Szóval szerintem a szerb válogatottban az volt a gond, hogy tényleg nem bírtunk futni senkivel. Most a mi csoportunk igen nehéz volt, Svédország, Dánia, meg szlovénok, de szerintem akkor is nagyon le vagyunk maradva. Szóval szerintem valamelyik szinten többet kell dolgozni, azt majd ők döntsenek el, hogy melyik. Na hát ezzel nálad nem lesz probléma, ha dolgozni kell, ugye erről már beszéltünk. Hát, nálam nem, csak az lenne a legfontosabb, hogyha az mindenkinek így lenne, hogy azért egy profi játékos, neki az kell, hogy legyen az élete, az, hogy minden nap kell edzeni, valamelyik szinten fejlődni. Én ezt elfogadtam, azt addig csinálom, amíg bírom. Oké, na figyelj, akkor jó munkát kívánunk itt Debrecenben, meg sok sikert mindenképpen. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves nézőink, eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!